Néhány nappal ezelőtt jött az ihlet, hogy készítsek egy adást az ihletről. Hát lehet, hogy ez így most furcsán hangzik, de tényleg így van. Néztem egy beszélgetést, és közben bevillant az isteni szikra, hogy milyen lenne, hogyha elmondanám a gondolataimat, az érzéseimet, arról az állapotról, folyamatról, amit például én elég régóta érzek, gyerekkorom óta, azt is mondhatnám, hogy állandóan, folyamatosan, hiszen én valamilyen szempontból mindig ilyen ihletet, állapotban vagyok, és a számomra egyébként ez a kielégítő és természetes, mert nagyon-nagyon szeretek alkotni. Nem is nagyon tudom elképzelni az életemet alkotás nélkül, bár én azt is gondolom, hogy az egész életünk nem más, mint egy nagyon nagy alkotási folyamat, és szerintem így érdemes lenni, hogy az ember mindig valamit létrehoz. És ugye számomra az is nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat, új tételeket tárjunk fel, és ezt teszem most már harmadik esztendeje itt az interneten, hiszen három éve készülnek online előadások, és ez a 365. ilyen, mondjuk úgy, hogy ihletettségű, műsor, nagyon szeretem ezeket a... Az adásokat készíteni, nagyon szeretek ezekről a témákról beszélni, mert nagyon a sajátoménak érzem őket. Ugyanakkor az is a tapasztalatom, hogy nagyon sok embert érdekel az, hogy milyen a világ mélyebb, tágabb tartalma, és hát én ugye próbálok mindig nagyon mélyre ásni és felhozni azokat a kincseket, információkat, ismereteket amelyek után nem nyúlnak le olyan nagyon sokan, és hát az biztos, hogy az én életemben is nagyon fontos ez az állapot, ugye, amiről ma szó lesz, az ihletettség, és hát igen, a, ezek az adások is tulajdonképpen így készülnek, majd azt is el fogom mondani, hogy hogyan, de először arról szeretnék beszélni, hogy számomra mit jelent ez a szó fogalom, és hogy én hogyan élem meg, és hogy milyen kapcsolatot ápolok, mond, ezzel a közeggel, mert én azt gondolom, hogy ez egyfajta közeg. Szerintem a mai adásnak nagyon érdekes a, a, címe, főleg ugye az alcím, ami így szól, hogy a minta sűrítése. Én el fogom azt mondani, hogy számomra ez mit jelent, és hogy ez hogyan kapcsolódik össze az ihletett állapottal. Utána néztem annak, hogy mások mit írnak az ihlet szóról, fogalomról, hogyan fogalmazzák meg, hogy ez pontosan mit jelent, de ahogyan mondtam, én el fogom mondani azt, hogy én mit érzek és megnéztem több oldalt, kíváncsi voltam arra, hogy milyen meghatározások élnek. Talán egy olyan portált találtam, ahol hasonlóképpen gondolkodnak, mint ahogyan én. Az összes többi egyébként szinte ugyanazokat a megfogalmazásokat lehet olvasni, aminek én egyébként nem nagyon örülök, mert azt szeretem, hogyha valaki elkezd gondolkodni egy-egy témáról, és a saját véle vagy gondolatiságát fejti ki, és nem mondjuk Ctrl-C, Ctrl-V mozdulattal bemásolja azt, amit tulajdonképpen már százan elmondtak, helyette. De azért nézzük meg, hogy mit írnak az ihlet szóról, megfogalmazásról, és utána azt is elmondom akkor, hogy én mit gondolok erről az érzésről. Ugye azt írják, hogy az ihlet az valamiféle külső hatást jelent, vagy egy hangulatot, ami által az ember, az alkotó, a művész elkezd dolgozni, és létrehoz valamit. Ami nagyon érdekes, hogy azt is írják, hogy az ihlet az tulajdonképpen egy ősmagyar szó, és az ihel szóból származik, ami nem más, mint az, hogy lehel, sugal, ez az, ami engem igazából nagyon megfogott, főként a lehel szó, és azt is lehet olvasni, hogy származhat a latin inspirare, belefúj rá lehel, megihlet szóból is. Ez a belefúj is nagyon érdekes, erre is kifogok térni. Tulajdonképpen összefügghet a, a lélekkel, a lehellettel, és ugye azt is tudjuk, hogy van egy olyan megfogalmazás, hogy például a múzsa rálehelt egy művészre, egy alkotóra, és tulajdonképpen ez jelenti az, az ihletet, ez nem más, mint az ihlet, ami által mondjuk egy költő elkezd írni, és létrehozza azokat a gondolatiságokat, vagy mondjuk úgy, hogy kinyilvánítja, amelyek ugye benne rejlenek. Itt ugye... Az a legfontosabb, hogy arra hivatkoznak, hogy az ihlet az nem más, mint egy külső hatás általi alkotási folyamat. Én egyébként azt gondolom erről, hogy ez nem egy külső hatás, tehát én nem hiszem, hogy ez kívülről érkezik. Én azt gondolom, hogy ez mindig egy belső érzet. De azt is mondhatnám, hogy tényleg olyan, mint egy sugallat, mert egyébként én úgy vélem, hogy ami kívül van, Amiről mi azt gondoljuk, hogy rajtunk kívül létezik, az is bennünk van. Hát tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sok minden megihlethet, ez én is így vagyok, és vannak olyan például költők, akiket mondjuk egy be nem teljesedett szerelem ihletett meg, vagy akár olyan helyzetek, szituációk, vagy állapotok, amiket mondjuk ők nem tudtak elérni, tehát valamilyen szempontból mondhatnám azt is, hogy a hiány, vagy akár egyfajta vágy is megihlethet bennünket, valamint akár egy táj, egy érzés, egy hangulat, de én azt gondolom, hogy ezek sem rajtunk kívül léteznek, hanem a mi személyes energetikai terünkben, tehát minden bennünk van, éppen ezért az ihlet is belülről származik, és hogyha egy picit magasabbra szeretnék emelkedni, akkor én azt mondom, hogy minden az önvalónkból jön, érkezik, és ez az, ami diktál, vagy ez az, ami súg. De ne szaladjunk ennyire előre, hanem nézzük még meg azt, hogy mit írtak erről a megfogalmazásról. Ami szerintem nagyon érdekes, és uh, amivel én nagyon is egyetértek, az az, hogy azt írják, hogy uh, amikor ez a, az érzés és folyamat beindul, akkor tulajdonképpen az alkotót isteni erő szállja meg, és ez az, ami kinyilatkoztatja önmagát, és ezért érez uh, késztetést, egy alkotó azért, hogy elkezdjen alkotni, és létrehozza a műveket. Igen, én is ezt gondolom egyébként, hogy ez egyfajta nagyon magas rendű erő, vagy inkább gondolatiság megnyilvánulása, és ez az, ami kinyilatkoztatja magát, tulajdonképpen ez az, ami súg, vagy leküldi ezeket a gondolatokat, te meg ezeket veszed, hát ha veszed, és aztán lefordítod emberi nyelvre, és tovább adod. Szerintem nagyon érdekes ez az állapot, és ahogyan mondtam, én tulajdonképpen gyerekkorom óta így létezem, egészen kicsi korom óta. És én ezt az érzést, ezt a belső vágyat, ezt folyamatosan érzem azóta is, és én azt gondolom, hogy állandóan ilyen ihletett állapotban vagyok, és nagyon-nagyon sok mindent hoztam már létre, de mindig éreztem azt, hogy ez egy ilyen magasabb rendű kinyilatkoztatás, Valakinek vagy valaminek a szavai, a kérése, a gondolatai, és én azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen én gyerekkorom óta azt kutatom, hogy ki ez a valaki. Kétféle, illetve háromféle variáció él bennem, de az is lehet, hogy mind a három ugyanaz. Igen, szóval, ahogyan írták, sokan úgy gondolják, hogy ez egy külső hatás. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez egy belülről jövő, vagy fentről jövő isteni kinyilatkoztatás. Az én gondolatiságom az az, hogy ezt az önvalon küldi, diktálja, ami tulajdonképpen mindig is élt, ez egy örökrendszer, és akkor nyilatkoztat ki, amikor eljön az idő. És tulajdonképpen a mi isteni lényünk, vagy önvalónk folyamatosan nyilatkoztatja ki az alacsonyabb rendű énünk számára ezeket a gondolatokat. Tehát én úgy vagyok ezzel, hogy szerintem ezeket, amiket most létrehozunk és kinyilatkoztatunk, ezeket már átörökítettük és hozzuk nagyon régről, és én azt is gondolom, hogy a korábbi testetöltéseinkből is, és ugye az önvaló tárolja ezeket az információkat, érzéseket, és akkor küldi, amikor mondjuk úgy, hogy jónak látja az időt arra, hogy mi elkezdjünk alkotni, és tulajdonképpen feltárjuk azt, ami a saját önvalónkban van. De ezt nem kell ennyire szó szerint érteni. Én azt gondolom, hogy az ember jön egy adott uh, isteni, Gondolatisággal, vagy mondjuk úgy, hogy szellemi kincsekkel. Tehát tulajdonképpen mi úgy vagyunk ide küldve, hogy rengeteg szellemi kincset kaptunk, és ezeket hordozzuk minden egyes leszületésünk során. És amikor meghalunk, és van a köztes állapot, akkor tulajdonképpen ezek a kincsek, szellemi kincsek, gondolatok, érzések nem tűnnek el, tehát ezek nem törlődnek, csak is ugye kizárólag a test, és amikor újra születünk, és a, a, tudatunkra ébredünk, akkor emlékezhetünk ezekre a szellemi kincsekre, gondolatokra, és én azt is gondolom, hogy ez minden egyes újra születés során, testetöltés által megismétlődik, de amit mondtam, az önvalóban rejtett és tárolt és átörökített információk, azok megmaradnak. És igazából szerintem minden egyes testetöltés arra való, hogy az ember kinyilatkoztassa ezeket az érzéseket, gondolatiságokat. Szerintem az sem mindegy, hogy az ember milyen bőrbe érkezik, mert ez nagyon függ attól, hogy az ember hogyan tud alkotni, vagyis magyarán hogyan tudjuk ezeket a gondolatokat fizikumba ültetni, vagyis besűríteni. Én azt is gondolom, hogy van egyfajta minta a minta az nem más, mint az isteni elgondolás, akarat, kérés. És aki nagyon közel jár ehhez a mintához, ő pontosan fogja tudni azt, hogy ez mit tartalmaz. És ő készítést fog arra érezni, hogy ő ebből a mintából közvetítsen, és mondja el a többi ember számára, hogy milyen az isteni magatartás, milyen az isteni minta. Tudjuk nagyon jó, hogy nagyon sokan az egységből, az egypólusból származnak, ami azt jelenti, hogy a szeretetet képviselik, a jóságot, a humánumot, és nekik, nekünk nagyon nehéz a Földön ebben a kuszaságban, zűrzavarban létezni. De mi szeretnénk azt megmutatni, hogy milyen az a világ, ahonnan származunk, ami egy kiegyensúlyozott rendszer, ami az isteni minta, ugye amiről beszélek, és ők lesznek általában a művészek, aktivisták, olyanok, akik a humánumért harcolnak, a szeretet szolgálók, és mindenki, aki tulajdonképpen nagyon nagyfokú érzékiséggel, érzékenységgel és elköteleződéssel van jelen a Földön. Én azt is gondolom egyébként, hogy minket, pontosan ez a minta, ez az isteni elgondolás nyilatkoztatott ki ide, és mi pedig ezeket az érzéseket a vénánkban hordozzuk, tehát mi nagyon nem is tudunk mások lenni, és mi pontosan azért jöttünk ide, vagy azért lettünk ide küldve, hogy elmondjuk azt, ami tulajdonképpen egy ilyen isteni kérés, vagy, vagy a feje való kérése, vagy az önvalói, de hát én úgy gondolom, hogy ez a két dolog nagyon összefügg, vagy ez mind összefügg, és tulajdonképpen ez maga az alkotási folyamat. Tehát, hogy mindenképpen kell, hogy legyen egy minta, ami egy nagyon ősi minta. És ö, szerintem ez nagyon-nagyon sok tétel tartalmaz, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ö, elég sokáig vagyunk jelen a Földön, tehát azért nem két percig, és tényleg vannak, akik akár 70 évig is alkotnak, és azért ennyi évtized alatt rengeteg gondolatiságot, tételt, művet, alkotást lehet létrehozni. Ahogy mondtam, ugye én is gyerekkorom óta alkotok, hát szerintem olyan 34 éve, tehát én már, de nem, szerintem több, mert én már ovodás már koromban is nagyon sokat rajzoltam például, hát akkor még olyan eszközön volt, hogy kaptam rengeteg színeszeruzát, filceket, mindent, tehát nagyon-nagyon sok uh, ilyen rajzeszköz volt, és én rengeteget rajzoltam, és folyamatosan próbáltam kinyilatkoztatni azt az érzést, ami már óvodás koromban is ugye megjelent. Aztán később elkezdtem fotózni, aztán elkezdtem írni, aztán televíziózni, ugye interjúkat, riportfilmeket készítettem, és nagyon-nagyon sok mindent használtam fel arra, hogy elmondjam, hogy tulajdonképpen mit tartalmaz ez a minta. És én azt gondolom, hogy az ihlet az nem más, mint amikor ez a minta így folyamatosan bocsátja ki magából ezeket az érzéseket, gondolatiságokat, vagy azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ez a minta, ez állandóan pulzál. Folyamatosan pulzál, és így nyomja feléd ezeket az érzéseket, amik egyébként szerintem nagyon jók. Én nagyon szeretem ezt a ilyen benső, hú, nem is tudom, hogy hogy nevezzem ezt az érzést. Ez kicsit olyan, mint amikor az ember szerelmes, vagy annál több, és ez egy ilyen nagyon megfoghatatlan, nem is vágy, hanem ilyen szenvedélyes és nagyon erőteljes érzés, amit főleg szerintem így a lelkünkben érezhetünk. Tehát én azt gondolom, hogy az ihlet az nem az agyunk felé küldi ezeket a jeleket, hanem ezek a lelkünkben uh, nyilvánulnak meg, és én azt is gondolom, hogy a lelkünk az, ami diktál, sőt, tovább megyek, szerintem nekem minden egyes előadásom az elmúlt 365 innen származik, tehát én a lelkemből adom át ezt, innen merítek, és ez inkább ilyen érzelmi munka, mint sem agyi munka. Hát mondjuk azért. Uh, néhány órát végig beszélni, improvizálni, ilyen sokszor természetesen agyi munka is, tehát az azt is szoktam mondani, hogy ez valamiféle fizikai felkészültség is kell, meg szellemi, de én igazából azt mondom, hogy ez, ez ilyen lelki. Lelki aktus. Hát igen, én ezt így tudom megfogalmazni, hogy szerintem, amikor jön ez az ihlet, és ez így megfogalmazódik bennünk, és ez így belénk áramlik, és mondjuk úgy, hogy így megtermékenyít, az tényleg olyan, mint egy, egy aktus, de nem fizikai aktus, hanem, hanem egy ilyen lelki. És én tulajdonképpen mondhatom azt, hogy én gyerekkorom óta így vagyok, és ezt a lelki készítést és lelki szerelmet érzem folyamatosan, és ezt próbálom mindig más köntösbe öltöztetni. És egyébként nagyon sok ilyen köntös van. Én minden egyes ilyen vizuális módszert kipróbáltam már, és mindegyiket szinte alkalmazom. Sőt, én gyerekkoromban még ilyen kisebb szobrokat, vagy ilyen kis plastikákat is készítettem, imádtam. És ahogyan mondtam, rengeteget rajzoltam, festettem, írtam, filmeket készítettem, fotókat, kollázsokat, most ugye előadásokat, cikkeket, interjúkat, idézeteket írok, bölcseleteket, állandóan próbálom ezeket valahogyan vegyíteni, énekeltem is, nagyon szeretem a zenét, tehát én mindig használok zenét az alkotási folyamatok alatt, és előtte is, és utána is. Nekem gyerekkorom óta a fejemen van a fejhallgató, és nekem nagyon kell, hogy legyen, és jöjjön, áramoljon mindig a zene, ugye én főként jazz hallgatok 17 éves korom óta, tehát most már több mint 20 éve, és hát azért elég sok művet ismerek, és én azt érzem, hogy a zene az mindenképpen nagyon sok gondolatiságot húz ki az emberből, belőlem is, és én azt mondom, hogy az előadások, és a cikkek jó része zene által született. Mert hogy ezek aktiváló erők, és mindenképpen hangsúlyosabbá, kontúrosabbá és színesebbé teszik, az írott szót is egyébként, de minden más. Ja, igen, hát, és ugye a színdarabokat ugye nem említettem. Én gyerekkoromban, 6 éves koromtól 16 éves koromig szijátszó csoportokba jártam, és nagyon sokat léptünk fel, és volt otthon egy bábszínházam is, illetve én magam hoztam létre különféle darabokat, és tanítottam be az osztálytársaimnak, vagy a saját magamnak, és mindig ilyen komplett műsorokkal készültem, Úgyhogy még ezt is idevehetjük a palettába, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztam azért, hogy ezt az ihletettséget valahogyan megéljem, kiéljem, és hogy átadjam. Szerintem ami a legfontosabb ebben a történetben, az az, hogy mindenképpen át kell adni ezeket a gondolatokat. Nagyon fontos, hogy ezek nem maradjanak meg. Mert azt gondolom, hogy amikor az ember kap egy ilyen ajándékot, akkor ezt kötelessége átadni. Mi azért jöttünk ide, hogy segítsük a létezést, hogy elmondjuk azt, hogy mi hogyan érzünk, hogy mit tapasztalunk a világból, és hogy ezt hogyan lehetne egy kicsit jobbá tenni, varázsolni, és éppen ezért azt gondolom, hogy ez a fajta folyamat, de egyáltalán minden alkotási folyamat, művészeti tevékenység, a soha nem lehet öncélú. Tehát mi azért jöttünk, hogy ezekkel a kinyilatkoztatásokkal segítsünk, támogassunk, és hogy legyenek minták, hogy megmutassuk azt, hogy ebben a mintában mi az, ami benne találtatik, ez nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy mindig a világ javát kell szolgálni ezen állapotokkal, érzésekkel, vagy hát azt is mondhatnám, hogy az ihlettel önmagával. Ugye, ami nagyon érdekes, hogy az ihlet, ahogy mondtam, egy ősmagyar szó, fantasztikus, ami az ihel, és talán a lehel szóból származik, tehát, hogy itt ez a dolog Számomra akkor azt jelenti, hogy ez valami, ami, ami ugye ilyen levegős. Hogy valami, ami az éterből jön, és még semmiképpen sem fizikális dolog, hiszen az ihlet az még nem maga a fizikum, nem maga a produktum. Viszont az ihlet az, ami elindít bennünket, ami megmozgat, ami megbök, ami megérint, és ezt szó szerint is lehet érteni, és ami által tulajdonképpen létrejönnek a fizikális alkotások, vagy azok, amelyek megnyilvánulnak egy-egy ember, mint eszköz, mint katalizátor, mint csatorna által. Hát szerintem mi, mint emberek, pontosan ilyen közvetítők, csatornák, átalakítók vagyunk, vagy azt is mondhatnám, hogy eszközök, akik tulajdonképpen ebből a mintából, a rendből, átadják önmagukon keresztül az isteni gondolatokat. Tehát azért nagyon fontos itt megjegyezni, hogy ezek nem a mi gondolataink. <laughs> ezek Isten gondolatai, a minta gondolatai, a rend gondolatai. Mi pedig, mivel mi tudunk beszélni fizikálisan, és kaptunk testeket, ezeket nyilvánítjuk meg. Tehát az ihlet, a szerintem nem más, mint egy isteni kinyilatkoztatás, ami rajtunk keresztül válik valóra, és hol besűrítjük fizikális viszonylatokba, hol pedig megnyilvánítjuk őket, Valahogyan, ami ugye nem biztos, hogy mindig fizikális, mert mondjuk a zenére azért ezt nem mondhatjuk, de mindenképpen formálja a fizikai valóságot, ez nagyon fontos. Tehát mindenképpen hat az anyag szerkezetére, vagy mondjuk egy dal, vagy akár a költészet, ugye ezek nem fizikális produktumok, tehát nem olyanok, mint mondjuk egy szobor, amit ugye meg lehet fogni, meg lehet érinteni, tapintani, meg odébb lehet vinni A-ból B-be hanem vannak itt ilyen légies ügyek, amiről ugye beszéltem, de én azt gondolom, hogy ez, ezek sem szállnak el. Ugye azt mondják, hogy a szó elszáll, az írás meg megmarad. Én nem gondolom azt, hogy a szó az elszállna. Szerintem a szó az mindenképpen fizikai mi voltá lényegisül, és valamilyen szempontból, sőt mindenféle szempontból megmarad, és szilárdá tud válni. Hát ezért adtam ezt a címet a mai adásnak, hogy a minta sűrítése, mert tulajdonképpen igen, van egy minta, egy, mondhatnánk azt is, hogy egy légies dolog, ami az éterben, az égben, egy magasabb rendű megnyilatkozási formában, a szellemiségben él, és mi ezeket próbáljuk meg sűríteni, ide besűríteni, elhozni, és fizikai valóságát tenni, mivel saját magunkkal, ahogy mondtam, azzal az eszközzel, ami a testünk, amik tulajdonképpen mi vagyunk. Hát egyébként szerintem ez egy nagyon érdekes sztori, és nagyon sokáig lehetne arról beszélni, hogy melyik művészt mi vagy ki ihleti meg, hogy ők hogyan alkotnak, Egyébként nagyon érdekes ez az egész, mert szerintem az alkotás, mint olyan, az egy nagyon intim folyamat. Tehát én sem tudok úgy alkotni, ha zavarnak. Tehát nekem egyedül kell lennem, el kell vonulni, és tulajdonképpen ilyenkor az ember ezzel az érzéssel szerelmeskedik, és ebből hoz létre alkotásokat, produktumokat. Nagyon nehéz szerintem úgy alkotni, hogyha az embert folyamatosan zavarják de szerintem úgy is, hogyha, hogyha figyelik. Bár nyilván tudom azt, hogy nagyon sok művészeti ág van, ami tulajdonképpen nem létezik közönség nélkül, és igen, van úgy, hogy élőben, és nagyon sok ember előtt kell, úgymond ezt az ihletettséget, és ezt a folyamatot átélni, lehozni, megmutatni, és kerek egészé tenni. De nagyon érdekes az a lehel szó hogy itt valaki valamit lehel, vagy bele lehel valami be, ami aztán élőszerűvé válik, anyaggá válik, és megmarad egy bizonyos ideig. Hát most az jut eszembe erről, hogy lehet, hogy Isten is így hozta létre ezt az egész vanságot, a világot, hogy életet lehelt mindabba, ami addig esetleg üres volt, tehát akkor tulajdonképpen ő is kapott egyfajta ihletet, jött belőle az a vágy, hogy meg akarja mutatni önmagát, és úgy látta jónak, hogy a világ keletkezése által mutatja meg mindazt, ami benne rejlik. És egyébként azt gondolom, hogy ez nem más, mint a szeretet. Én azt gondolom, hogy az ihlet, mint olyan, az mindig a szeretet mintából érkezik. Igen, és a művészek is egyébként így dolgoznak, mert a legmagasabb rendű szeretett állapotot akarják itt megmutatni, bemutatni, és valaki énekel erről, valaki ezt eltáncolja, valaki zenél, aztán a következő, nem tudom én ír, vagy megrendez egy színdarabot, vannak, akik filmeket készítenek, vagy szobrokat, hát nagyon sok minden van. És akkor ugye kihagytam az írókat. De biztos, hogy még nagyon sok mindent lehetne felsorolni, de fontos, hogy említsük meg az írókat, meg a költőket, hogy ők szerintem nagyon erősen dolgoznak ebből az érzésből is mintából. Én azt gondolom, hogy mi mindannyian ezt a nagyon nagyfokú szerelemérzést nyilvánítjuk ki, mert mi szerelmet érzünk a rend iránt, a világ iránt, az Isten iránt, és minden iránt. Tehát igen, szerintem az ihlet az az, amikor az emberbe mindez felötlik. Élhetünk úgy is, vagy van olyan állapot, vagy vannak olyan emberek, akik állandóan ezt érzik. Mint mondjuk én is. Tehát bennem ez állandósult, és én folyamatosan ezt nyilvánítom meg. Tehát azt is mondhatnám, hogy bennem ez a dolog folyamatosan pulzál. De 024 ben És az egyik adásban elmondtam, hogy én álom alvás közben is alkotok. Tehát nekem az álmaim is olyanok, mint egy kész produktum, egy film, egy színdarab. Tehát én még alvás közben sem pihenek, úgymond. És ahogy felkelek, már tulajdonképpen Egyfolytában alkotok, <laughs> egészen addig, amíg le nem hunyom a szemem, és még utána is. És az is lehet, hogy egyébként, hogy az ember köztes állapotokban is alkot, amikor nincs testben, de ugye akkor nem tudjuk fizikális síkra hozni, mivel, hogy nincs eszköz. De én azt gondolom, hogy ott is nagyon sok mindent felveszünk, átgondolunk, átbeszélünk, megtartunk, nagyon sok mindenre emlékszünk, és ezek az állapotok is nagyon fontosak, amikor csak szellemiségben vagyunk, mert én azt gondolom, hogy innen is nagyon sok mintát hozunk, és innen is nagyon sok mindent kinyilatkoztatunk aztán később, amikor testeket öltünk. Hát ez szerintem nagyon érdekes. Nem tudom, hogy ki az, aki szokott arról beszélni, hogy mondjuk a köztes állapotban milyen ihlet érhet bennünket, és hogy onnan miket hozhatunk, és amikor újra születünk, akkor hogyan van az, hogy nem felejtjük el ezeket a gondolatiságokat, hiszen ugye tudjuk nagyon jól, hogy amikor az ember testbe kerül, akkor egyfajta születési am néziát él át, ami nem más, mint az, hogy az anyag ugye nagyon butít, nagyon sok mindent elfed, vakít és megsüketít, de hát vannak olyan emberek, akiknél, hála Istennek nem hat ez a születési amnézia, és nagyon sok dolgot át tudnak örökíteni, akár a korábbi testet öltéseikből is, és hát tudjuk nagyon jó, hogy vannak olyanok, akik például már az ókorban is helyet foglaltak, hát rólam is azt mondják, hogy én már az ókorban is éltem, tehát valószínű, hogy nagyon sok tételt hozok ebből a korszakból is, és egyébként én is így gondolom, de én nem csak a múltból hozom nagyon sok mindent, hanem a jövőből is, és úgy, ahogyan tudok tekinteni mondjuk az elmúlt néhány évszázadra, vagy akár évezredre, ez a másik irányba is ugyanígy igaz. Tehát én bele tudok nézni abba is, hogy mondjuk több száz év múlva mi lesz, vagy pedig, hogy több ezer év múlva mi lesz mondjuk a szellemi rendbe, amikor már nem lesz fizikális viszonylat. Szóval szerintem mindent együtt kellene vizsgálni, és azt is, hogy az emberre mi hat, hiszen élhetünk együtt korábban olyan emberekkel, akikkel most is találkozunk, vagy találkoztunk, és ők is nagyon hathatnak ránk. Rám is nagyon hatnak azok, akik rokonlelkek, akikkel volt és van közös feladat. Én sorra felismerem egyébként őket, és. Azt nem mondom, hogy minden, de majdnem mindent meg tudok róluk mondani, attól függetlenül, hogy találkoztam-e velük fizikálisan, avagy nem, de általában az a jellemző, hogy nagyon sok ember van, akivel egyáltalán nem találkoztam még fizikálisan, de leírok róluk mondjuk öt oldalt is, ha kell. És tényleg olyan, mintha már nagyon régóta ismerném őket, ami egyébként igaz is. Mert ugye itt mindig a szellemig, meg a lelki viszonylatokat kell nézni, hogy az ember mondjuk korábban hogyan volt, és igen, ezek a találkozások, vagy a vágyak, vagy a hiányok is készíthetnek bennünket arra, hogy alkossunk, és nem árulok el túl nagy titkot, hogy az, hogy létrejöttek ezek az adások, és hogy egyáltalán ezt a programot felépítettem, ehhez is nagyon nagy mértékben hozzájárult ez a dolog, és hát nekem is van egy szellemi vezetőm, akit én mintázok. És ezért mondtam azt, hogy nem csak Istentől kaphatjuk a gondolatokat, vagy az önvalónkból, és nem csak innen származhatnak ezek az ihletett állapotok, hanem hozhatjuk a szellemi vezetéstől, de hozhatjuk a mi másik nemű megfelelőnktől is. Hát nálam ez mondjuk így van, <gly> gyerekkorom volt a nagyjából, hogy én folyamatosan őt utánzom látatlanul, de nagyon brutális szinten, de én azt gondolom, hogy ez mind összeadódik. És az ihlet pedig igazából az, amikor az ember erre emlékszik. Amikor beugrik egy emlékkép, vagy egy emlékérzés, amikor így megbög belül valami, amikor ilyen aha élmények vannak, szatorik vannak, megvilágosodott állapotok vannak, és rájössz arra, hogy Jézusom, hát tényleg, hát tudom, hogy ki vagyok, hogy honnan jöttem, hogy ez az illető mit jelent számomra, hogy ő kicsoda, hogy én mi voltam az előző esetöltéseimben, hogy most mi a feladatom, hogy mire száműzött engem, mondjuk úgy, hogy a jó Isten, vagy mire jelölt ki, ez jobb szó, ezek mind ihletett állapotok, erre mind rá lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen olyan, amikor, amikor így valaki így beléd lehel, vagy így megmozdít, előre lendít, de ezek ugye ilyen megfoghatatlan érzések, impulzusok, amelyek aztán valahogyan testet öltenek, és ahogy mondtam, mindig az a lényeg, hogy testet öltsenek. Az is nagyon érdekes, hogyha a latin változatot veszük, akkor ugye azt jelenti ez a szó, hogy belefúj. Hát igen, ez az, amiről beszélek. Hogy valami, abit belénk fújnak. De az is lehet, hogy mi mozdítjuk meg saját magunkat, olyan érzések által, amelyek szerintem ős-öreg érzések. Én nem gondolnám azt, hogy ezek új keletű dolgok, én azt gondolom, hogy ezek mindig is léteztek bennünk. És mi tulajdonképpen ezeket a mintákat követjük, és így rakjuk le szépen sorban, lépésről lépése. Azt is mondhatnám, hogy ez olyan, mint egy mozaik. És mi egy kerek egész képet szeretnénk itt létrehozni, és ilyen pici darabkákból próbáljuk ezt az egészet kirakni, és minden egyes érzés, minden egyes ihlet, de ugyanúgy maga az alkotás is azt szolgálja, hogy megkapjuk a kerek egész képet, mondjuk úgy, hogy a vanságot, és hazaérjünk ebben az érzésben, mivel szerintem mindenki a hazát, az egységet keresi, a művészeti alkotások, folyamatok során. Szerintem minden művész, alkotó haza akar érni. De nagyon sokan nem tudják megfogalmazni, hogy hol van a haza. Mert a Földön nem találjuk meg ezt, és ahogyan mondtam, szerintem ez egy ilyen nagyon magas fokú rendállapot, amiből ugye mi kizökkentünk, és nagyon fája az, hogy kizökkentünk, vagy az esetleg, hogy száműztek bennünket, és hogy nem mehetünk Isten közelségbe, hogy nem élhetjük át azt a nagyon nagyfokú fokú szerelmet, szeretetet, amit szerintem csakis az ő irányába érezhetünk és fáj az, hogy nincs viszonzás, fáj az, hogy nem lehetünk Istennel totálisan egyetemben, hogy nem egyesülhetünk vele, mert én azt gondolom, hogy minden művész arra vágyik, hogy Istennel egyesüljön, hogy Istennel legyen kerek egész, hogy Istennel legyen egy. És tulajdonképpen ezek a folyamatok, az alkotás, a művészeti tevékenység az egyfajta út, vágy, de ugyanúgy lehet aktus azért, hogy teljesen egybe kelljünk vele. Hát azt tudjuk, hogy a fizikális aktus az milyen. És hogy amikor az ember szerelmes, és ha nagyon szerelmes, akkor szeretne azzal a lényel így teljesen egybe forni. Igen, hát ezeket nyilván az ember földi létezése során átéli, gondolom én, hogy sokan átélték már ezt az érzést, amikor egybe akarsz valakivel forni. Na szerintem ez a dolog is ugyanilyen, amiről én beszélek, csak ez egy magasabb rendű állapot. Itt Istennel, az igazi hazával akarsz egybeforni, a rendel, a mintával, mert tudod azt, hogy te ebből származol, hogy te ez vagy, és hogy ez a legmagasabb kinyilatkoztatás, ez a legtökéletesebb rendszer. Ez egy olyan magasfokú érzés, amit az ember nagyon nehezen fogad be. És én azt gondolom, hogy a művészek tulajdonképpen egy ilyen felfelé mutató, irányuló, tevékenységet folytatnak, tehát amikor alkotunk, akkor tulajdonképpen mindig felfele vágyunk az ő irányába, és mindig menetelünk felfelé. Tehát amikor alkotunk, vagy amikor én alkotok, vagy amikor beszélek, én mindig felfele menetelek, lépkedek, és akarom elérni az egyetemes rendet és amikor jön az ihlet, akkor tulajdonképpen megérint ennek a szele, mondjuk így, az érzete, a szerelme, és akkor te vágyat fogsz az irányába érezni, hogy őt megtaláld. Számomra az ihlet ezt jelenti, és az, hogy meg ezt hogy mutatjuk be fizikálisan, az meg a mi sajátunk. Tehát minden művész igazából ugye másképpen alkot, lehet, hogy ugyanolyan eszközökkel, de itt individuumok vannak, és mindenki más lehel ezekbe a megnyilvánulási formákba, ettől egyedi a művészet, ami szerintem csodálatos, és ezért van az, hogy olyan sokféle alkotás, akár műtárgy jön létre, mert mindenki máshogyan mégis ugyanúgy, vagy ugyanazért a célért lehel, ugyanazért a célért küzd. Amikor én beszélek és alkotok, mert ez is egy alkotás, akkor én nagyon erős rezgést és ilyen szerelmet élek meg belül. És ez biztos, hogy mindig egy irányba mutat, és biztos, hogy mindig ő érte szól az egyetemes rendért, ami nekem nagyon fontos, és nagyon szeretném ezt látni fizikálisan, ezért dolgozom ennyit, ezért dolgozom tulajdonképpen 0-24-ben, de nem csak én, természetesen, hanem nagyon-nagyon sokan. Nagyon jó egyébként, hogy van maga a művészet. Nagyon jó, hogy az ember kinyilatkoztathat. Nagyon jó, hogy elmondhatjuk, megmutathatjuk azt, hogy mi van bennünk. Mert ha ez nem lenne, szerintem nagyon szegényes lenne ez a környezet, és nagyon nehezen tudnánk itt lenni, főleg a művészek, az alkotók, akik nagyon vágynak arra, hogy valamit itt bemutassanak. Tehát én azt gondolom, hogy az a megfogalmazása helyes, hogy az ihlet az nem más, mint az isteni erő kinyilatkoztatása, vagy hát azt is mondhatnánk, hogy a szellemi rend, a minta. Isten kinyilatkoztatása, és ez az, amit azok vesznek és adnak át, akik nagyon magas rezgés szinten érkeztek ide, és ők biztos, hogy művészek, alkotók lesznek, akik segítik ennek a kinyilatkoztatásnak az érvénybe lépését, és azt is mondhatnám, hogy akik valamilyen szempontból szeretnék elhozni, a békét a földre. Hiszen nagyon fontos az, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok alkotó azért tevékenykedik, mert békét szeretne a földön, szeretnék látni azt, hogy harmónia van, hogy megnyugvás él, és mindannyian azért dolgozunk, hogy egy sokkal szebb és élhetőbb világot tudjunk élni. Azt is mondhatnám, hogy a mi feladatunk az, hogy a Földből paradicsomi állapotot kreáljunk, és az emberek nyugodtan tudjanak élni boldogságban. Az is eszembe jutott most, hogy vajon a boldogság mennyire készteti az embert arra, hogy alkoson. Hát én azt vettem észre, hogy a hiány, és az, amikor valami nem túl pozitív állapot, akkor az sokkal jobban inspirálhat bennünket arra, hogy különböző műveket hozzunk létre, de egyébként én erről már elég sokat beszéltem. Szóval az ihlet, az én azt gondolom, hogy valamiféle emlékezet, és amikor emlékszünk arra, hogy ez a minta mit tartalmaz, milyen tételeket, amikor ez felsejlik bennünk, akkor fogunk elkezdeni alkotni, és akkor nyilatkoztatjuk ki azt, ami benne rejlik. És hát az, hogy milyen eszközzel tesszük, hogy hogyan sűrítjük be ezeket a gondolatokat, az meg, ahogyan mondtam, szerintem egyéni, de nagyon sokféle hasonlóság lehet, és azt is tudjuk, hogy vannak olyan alkotók, akik nagyon hasonlítanak egymásra, hasonló gondolatisággal élnek, akár ugyanolyan eszközökkel jelenítik meg a mintát, ami szerintem nagyon jó, mert egyfajta rokon lelkiség alakulhat ki, de én azt is gondolom, hogy ez azért van, mert mindannyian ugyanonnan származunk, és valószínű, hogy ugyanúgy emlékszünk arra, hogy mi az eredetünk, hogy honnan jövünk, hogy mit tartalmaz ez a minta, és akik pedig nagyon közel állnak egymáshoz, ők valószínű, hogy egymást is fogják követni, egymásra fognak találni, és hát a remények szerint együtt is fogunk alkotni. Én is találok olyanokat, akik nagyon hasonlítanak. Ahhoz a munkához, feladathoz, amit ugye én végzek, vagy azt is mondhatnám, hogy rám hasonlítanak, vagy én hasonlítok rájuk, ugye ez mindig kölcsönös, és észreveszem azt, hogy kik azok, akikkel egy célért alkotunk. Szerintem ez csodálatos, mert ilyenkor mindig rájövök arra, hogy milyen sokan szolgálják magát a, a rendet, és hogy mennyi ember számára fontos az, hogy itt tényleg egy isteni minta alakuljon ki hogy meg tudjuk azt mutatni, hogy milyen az igazi szeretet, hogy milyen az igazi rend, a harmónia, a béke a Földön. Hát én is ezért dolgozom, ezért hoztam létre most már a 365. adást három év alatt, ezért írtam ezer cikket, ezért készítettem több ezer interjút, és hát ugye gyerekkoromban is nagyon sokat alkottam, és hát remények szerint ez a munka, ez folyamatos, és mindig azért fogunk dolgozni, hogy ezeket az ihletettségeket, érzéseket, emlékeket előhúzzuk, megmutassuk, és a világ javára fordítsuk őket, mert szerintem ebben a munkában ez a legcsodálatosabb, hogy nem öncélú, hanem mindenkit szolgál, nagyon sok új szint mutathatunk meg, és egyébként az is nagyon fontos, hogy figyeljünk, vagy figyeljetek azokra a művészekre, alkotókra, akik értetek is dolgoznak.